Szeretettel köszöntöm a digitális témahét ma esti webináriumának minden kedves résztvevőjét. Külön köszöntöm Benedekné Fekete Hajnalkát, aki ma esti előadónk lesz. Hajnalka Turay Hevesi György általános iskola gyógypedagógusa, pedagógusa, aki leginkább enyhén értelmi fogyatékos tanulókkal foglalkozik, őket tanítja. Hajnalkát régóta foglalkoztatja az esélyegyenlőség problémája, illetve a digitális eszközökben alkalmazása. Dolgozott és dolgozik jelenleg is integrációs programokban, vett e-learning tananyagok fejlesztésében. Az elmúlt néhány évben a virtuális osztálytermek működése, illetve a 21. századi készségek fejlesztése pedagógiai gyakorlata foglalkoztatja. Emellett blogger és könyvszerző, és ma este egy digitális túrára invitál minket a Hevesibe, az iskolájukba, egy olyan projektet fog bemutatni, amelyben az egész iskola részlet, sőt azon túl, hogy a pedagógusok és gyerekek ebben tevékenykedtek, sikerrel vonta be az oktatás egy nagyon fontos szereplőjét, a szülőket is. Úgyhogy kíváncsian várjuk a ma esti előadást, át is adom a szót Benedekné Fekete Hajnalkának. Egy pár szót szólni a suliról, mert ugye minden projekt más, és minden iskola is más, és akkor jó a projekt, hogyha az iskolára szabják. Tehát azt tudni kell, hogy a mi iskolánk az egy kisvárosi iskola, ami ellátja a város összes tanulóját, pontosabban ellátná, hogyha a város összes tanulója hozzánk járna, de ez nem így van. Mi befogadó iskola vagyunk, ez azt jelenti, hogy integráltan ellátunk a teljes SNI spektrumot, tehát mindenféle sajátos nevelési igényű tanulót, de ezen kívül a csavar a történetben az, hogy van két szegregált csoportunk is, ezek enyhe értelmi fogyatékos csoportok, és ebből az egyiknek vagyok én egyébként a vezetője. Azt is érdemes tudni, hogy van egy másik jellegzetessége is az iskolánknak, az pedig az, hogy a városban szét van szórva négy telephelyen, és ez azért fontos, mert nálunk az is egy menőmalós projekt, hogyha mondjuk az egyik elsős évfolyam meglátogatja az ötödiket, mert az egy komoly túra. Tehát egy alapvetően szép darabolt iskoláról beszélünk, és a tanulóink egy igen jelentős százalék az hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, de emellett a sulinknak van egy olyan jellegzetessége is, hogy mellette meg nagyon sikeresek vagyunk a tehetséggondozás terén, tehát hogy rengeteg versenyen indulnak a diákjaink, és nagyon szép eredményeket érnek el. Szóval egy borzasztó színes valamit képzeljetek el. Na ez az a suli, ahol én dolgozom, és ahol nagyon régen azt gondoltuk már, hogy az lenne jó, hogyha az iskola az nem maradna bent az osztály falai között, és a tevékenységek sem, hanem hogy minél jobban be tudjuk vonni a helyi társadalmat, meg a szülőket. Ez az egyik. A másik része meg az, hogy a vegyes sportcsoport, nyilván én összevont csoportokba tanítok, tehát hogy nekem ez természetes is, de egyébként is láttuk, tehát a többi kollégám is látta, hogy a vegyes sportcsoport az nagyon jó tud lenni, mert hogy a gyerek tanít gyereket, vagy gyerek tanít szülőt dolgok, azok nagyon motiválók mindenki számára. Úgyhogy megpróbáltunk olyan projekteket kitalálni, amiben ez működhet. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy megpróbáltuk kis mancsainkat kiterjeszteni a gyerekek szabadidejére, meg a szülőkére, de ezt nem úgy, hogy hatszor annyi házi feladatot adunk, hanem úgy, hogy olyan tanulási formákat vagy tevékenységeket próbálunk csinálni, ami túlmutat azon, hogy kicsöngettek, és akkor vége van az iskolának, hanem hogy utána is lehessen foglalkozni ezekkel a dolgokkal. És hát ha lehet, akkor meg kilépni a településről és más településekre is, ilyen projektet is fogok mutatni. És hát most már az idén nagyot álmodunk, úgyhogy most már reméljük, hogy más országba is el tudunk jutni. Ehhez a digitális eszközök nagyon jó. És akkor még egy szót arról, hogy a digitális felszereltség, pontosabban az IKT felszereltségünk voltak. Mi 3 éve csináljuk a digitális témahetet, és az első évben például volt 5, azaz 5 darab tabletünk ehhez a dologhoz. Tehát hogy nem mondanám, hogy túlságosan el vagyunk látva, azóta már sokat fejlődtünk, de mondjuk wifi még mindig nincs mindenhol,
De majd fogjátok látni, hogy nem is kell sokszor, mert anélkül is meg lehet oldani. Amit még a projektek előtt egy kicsit elmondanák, az az, hogy amikor mi ebbe belefogtunk, meg amikor belefogunk, és bárki, aki szeretne ilyesmit csinálni, azt mindenképpen tudomásul kell venni, hogy az a fajta tanulás, amit mi szeretnénk, az időigényes. A kreativitás az időigényes. Ha azt szeretném, hogy a gyerek végigjárja azt az utat, és nem úgy néz ki a dolog, hogy az óra elején meghatározom a célt, megmutatom a karókat, megmutatom a sémát, és akkor utána begyakoroljuk, és eljutunk oda, ahova pontosan el akartunk jutni. Ez is jó, de ez időben jól tervezhető. Hogyha ennél egy kicsit, vagy ettől egy kicsit másképp szeretnénk, akkor ott biztos, hogy több időre lesz szükségünk. A kérdés az, hogy mennyire tartjuk fontosnak, hogy az hosszabb úton milyen készségeket sajátít el a gyerek. Mi azt gondoljuk, hogy a hosszabb út a jó azokkal a kollégáimmal, akiknek a projektjeiről most beszélni fogunk. Nagyon-nagyon röviden az első évről. Látjátok, itt még nem volt csak igazándiból három projektünk, illetve néhány kapcsolódó rendezvény. Ezzel kapcsolatban azt is tudni kell, hogy nálunk már 2016-ban volt öt olyan kolléga vagy hat, aki már saját felületet készített a csapatainak. Tehát ez azt jelenti, hogy voltak már akkor virtuális osztálytermeink, akkor már volt valamennyi gyakorlatunk abban, hogy a projektjeinket megmutassuk, hogy a iskola számára, a szülők számára, minden érdeklődés számára kinyissuk, és ez végig fontos is volt. Tehát azok a projektek, amikről én most beszélni fogok, ezek a mai napig is szépen elérhetők és megnézhetők, és ez fontos olyan szempontból, hogy a gyerekek visszakereshessék, láthassák, és hogy bárhonnan elérhessék ezeket a dolgokat. Ebben az évben 16-ban három projektünk volt. Az elsőről annyit mondani kell, hogy működött nálunk, és működik ma is egy úgynevezett digitális tankör. A tankör az abban különbözik a szakkörtől alapvetően, hogy nincsen benne a tantárgy felosztásba, tehát ezt az ember csinálhatja szabadon és jó kedvéből, amíg tetszik, de ennek azért van egy csomó előnye, mert például nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve, és főleg nincsen behatárolva, hogy kik járnak, nem kell évelején jelentkezni, nem kell leadni, hanem be lehet lépni. Ebben a tankörben nálunk például 2016-ban ebben voltak mindenféle évfolyam volt diákok, meg voltak szülők, meg voltak pedagógus kollégák, sőt voltak pedagógus kollégák az iskolán kívül, a településen kívül. Tehát, hogy úgy tudtunk együttműködni elsősorban online platformokon, hogy tudtunk létrehozni közös dolgokat. 16-ban az a projekt, amit megcsináltunk, az nem szólt többről, mint hogy akkor ismerkedtünk meg a Learning Apps felülettel, amiről majd hétfőn Karcsi fog beszélni a webináriumon, és a tankör tagjait mivel megbeszéltük, hogy mindenki készít kedves szíves szerint néhány olyan tankockát, amihez élt, amiről tud, ami tetszik. Ezeket még a témahét kezdete előtt megmutogattuk egymásnak, megbeszéltük, hogyha volt vele gáz, akkor kijavítottuk, és azon a napon, amikor elkezdődött a témahét, akkor felraktuk egy nyilvános felületre, és akkor azt mondtuk, hogy aki a legtöbbet megoldja, azt majd jaj, de jól megjutalmazzuk, és azt, akinek a kockáját a legtöbben megoldják, azt meg szintén megjutalmazzuk. Tehát ennyi volt a projekt, nem több, nem kevesebb, nagyon jól sikerült. A másik a Teszed, ez nekem a szívemnek nagyon kedves, mert ez egy igazi menőmanos program. A Teszedet biztos ismeritek magát a dolgot, az ugye arról szól, hogy az év meghatározott napján kivonul az ország népe, és összeszedi a településén a szemetet, így vagy úgy, ilyen-olyan rendezvények keretében, és ez nálunk is volt, de hát a gyerekek annyira nem élvezték. Egyrészt másrészt az első évben, amikor csináltuk, akkor nem volt annyira előkészítve, és ezért az iskola környékén, ahol egyébként a város közmunkása is aktívan dolgoznak, szedtük a szemetet így lelkesen, vagy nem lelkesen, gondolhatjátok, nem volt valami nagy sikere, és akkor arra gondoltunk, hogy ez így talán nem jó. És akkor a következő év volt ez a 16-os, és akkor azt találtuk ki
a tankörösökkel, illetve a Turai Tekergők Társaságával, ez egy ilyen kirándulós csoport volt nálunk, meg az őrszíves szakkörökkel és a digitális tankörösökkel, hogy fölmérjük első körben, hogy melyik az a terület, amit érdemes lenne kipuszolni, mert oda már nem ér el a városi közmunka, de azért a faluhoz tartozik, bocsánat, város, a városhoz tartozik, és ami valóban egy szép része a dolognak. Ezen egy kicsit elvitatkoztunk, de sokat bicikliztünk közben, míg megkerestük, kiválasztottuk ezt a részt, vittük a kis telefonos apjainkat, megnéztük, hogy pontosan hol van, rögzítettük a koordinátákat, megnéztük, hogy hova lehet beállni majd az autóval, mert az sem mindegy, hogy el lehet tudja vinni a kukás autó a zsákokat, hol érdemes ilyen gyűjtőpontot csinálni. Raktunk egy kérdőívet, hogy ki az, aki szeretne ebben részt venni, lett vagy 60 jelentkező a suliból. Mondjuk az hozzátartozik, hogy ők aznap az iskolai tanításból kimaradtak. És aztán még egy eleme volt a projektnek, ez a környékbelieknek az érzékenyítése, ez pedig abból állt, hogy a környékbeli utcák lakóihoz bedobáltunk ilyen nagyon apart kis szórólapokat, ami rajta volt, hogy miről szól ez, miért szeretnénk, segítsenek nekünk majd, amikor csináljuk, és tegyék rendbe. És a legutolsó állomása az pedig az volt, hogy megjelöltük azokat a területeket, ahol majd találkozni fogunk. Ennyi volt a projekt. Maga a szemétszedés része az már nyilván a témahét után volt, de a dolog az egy, azt gondolom, hogy egy nagyon jól sikerült, nagyon jól sikerült. Ennyi. A mi utcánk projekt, az pedig az én osztályomnak a projektje volt, erről most olyan nagyon sokat nem szeretnék beszélni, ezt nyilván városban nehezebb megcsinálni, nálunk azért nincsenek olyan hosszú utcák, minden tanulónak az volt a dolga, hogy a saját utcájában fölmérje azt, hogy hol van a városban, hol helyezkedik el, mi a neve, kiről kapta a nevét, hány ház van benne, van-e bolt, ha van bolt, kicsoda, válasszon ki egy házat, az lehet a sajátja is, arról készítsen képeket, és akkor erről csináltunk egy szép kis albumot, természetesen online. Hát ez volt ez az év, és ami nagyon fontos, hogy az első perctől kezdve mi arra is figyeltünk, hogy amit tudunk, azt lehetőség szerint a kollégáinkkal megosszuk. Ebben az évben például az volt a kapcsolódó rendezvény, hogy meghívtuk a tankerület pedagógusait és a saját kollégánkat egy olyan alkalomra, amikor közösen megtanultuk a redmentát. 17-ben, hogyha látjátok, már egy kicsit több van, és itt lesz majd olyan projekt, amiről részletesebben beszélek, de igazándiból erről azt akartam elmondani, hogy még mindig nem volt jellemző ebben az évben sem az, hogy olyan túl sok eszközünk lenne, és hogy az év elején beszéltem az iskola tanulóiról, illetve arról, hogy milyen közegből jönnek nagyon sokan. Nálunk egyáltalán nem jellemző az, hogy a gyerekeknek a telefonjuk olyan lenne, amire mondjuk lehetne telepíteni dolgokat. Egyáltalán maga az is, hogy a gyereknek legyen saját, tehát hogy nincsenek ezek a telefonok olyan állapotban, nem tudnak olyanokat, hogy ezzel igazán tudnánk mit kezdeni. Úgyhogy többé-kevésbé azokra az eszközökre kellett támaszkodnunk, amit mi, mint iskola, azt az 5 darab tabletet, még mindig 17-ben biztosítani tudunk, illetve hát amit tudtunk, azt nyilván megoldottuk az informatika teremben. Ez volt az az év, amikor a Redmenta az átlényegült, és egy jó eszköz lett belőle. Azt el fogom mondani részletesebben, de látjátok, hogy már itt is megjelenik. A másik, amire érdemes figyelni, és amit azoknak, akik annyira nem gyakorlottak, vagy nincsenek benne, szeretnék elmondani, hogy nagyon jó az, hogyha kerestek olyan, és ez a tehát a honlapon nagyon jól van, olyan szervezeteket, akik kijönnek és segítenek nektek, vagy előadásokat tartanak. Nálunk 2 évben is voltak a Széfer Internettől, remek jó előadásokat tartottak, és ebben az évben egyébként egy nagy közös társasjáték is volt, amiben majdnem belebuktunk, mert hogy azt gondoltuk, hogy lesznek majd 30-an a gyerekek, és elég nehezen küzdöttünk meg az egy teremben a 58 fővel,
de megoldottuk, úgyhogy végül is jól sült el a dolog. És innen lesz majd ez a két projekt, amiről részletesebben is beszélek. Ja, és akkor még egy szót a Kahootról, mert szegény Kahootot ugye elég sokat bántjuk mostanában. A Kahoot az valóban csak egy eszköz, csak azt el szoktuk felejteni, hogy azok a pedagógus kollégáink, akik nem annyira járatosok ebbe a dologba, és még nincsenek benne, ők is pont olyanok, mint a gyerekek, hogy sikerélményre vágynak. Na most, hogyha megtanítod egy kollégának a Kahoot használatát, akkor tuti, hogy sikerélménye lesz. Tehát nyilván nem kell ott leragadni, de nagyon fontos tud az is lenni, hogy olyannal kezdjünk, ami mindenki számára egyszerűen kezelhető, és ebben a Kahoot nagyon jó volt. Ez már a tavalyi. Látjátok, hogy itt már nagyon-nagyon sok minden van, ott fönt a fülek mutatják, hogy milyen projektjeink voltak, és azért szeretném ezt megmutatni, mert majdnem minden iskolában úgy van, hogy először van egy lelkes ember, aztán alakul egy csapat, és aztán utána egy darabig ez dinamikusan nő, és aztán megáll. És olyankor szokott az ember egy picikét elkeseredni, hogy akkor most miért nem sikerült, és miért nem sikerült az egész iskolát megmozgatni, és jaj Istenem, mi lesz. Úgyhogy tavaly tavasszal én rettenetesen szomorú voltam, mert hogy nem sikerült az egész iskolát megmozgatni, és teljesen kétségbe voltam esve. Mert azért, hogyha az egész sulit akarjuk mozgatni, akkor biztos, hogy fel kell rúgni azokat a 45 perceket, akkor nincs mese, és ezt a lehetőséget nem kaptuk meg. És hát elég morcos voltam utána. És ehhez csak annyit akarok hozzátenni, hogy aztán ősszel, mikor csináltuk a kódviket, akkor már megkaptuk. És sikerült. Tehát, hogy sikerült azokat a kollégákat is bekapcsolni, akik odáig nem, megérik. Tehát megérik ez a dolog, hogyha elég kitartóak vagyunk. Ez a projekt az egyik legszebb projektünk volt. Az volt a címe, hogy tollászkodunk. Ehhez nekem nem sok közöm van azon kívül, hogy dicsekszem vele. Ezt Bosi Évi csinálta a budapesti 17 kerületből, a második A osztályával, és a én két kollégám, Farkas Zsatlin és Misinski Kitti, egy gyönyörűséges környezetismeret projekt volt, amit látjátok, direkt odaírtam a dátumot is, ez a Éva weblapjáról van, ami szintén elérhető egyébként, ahol tehát, hogy a témahét az ugye az előbb kezdődik. Tehát, hogyha én projektet akarok csinálni, és igazán jó projektet, akkor azt előbb kell kezdeni, és sokszor a gyerekekkel is, ők is előbb kezdték el. Először nyilván megbeszélték a kollégák egymással, hogy mi legyen benne, és utána a gyerekeknek szép sorban kiadták a feladatokat, és mindezt úgy oldották meg, hogy találkozzon a két történet, hogy az Évi is csinált egy weblapot, Zsaklinéknak is volt egy weblapja, és akkor ezekre töltötték föl azokat a dolgokat, amiket közösen csináltak. A Éviék elénekeltek, és ezt fölvette az Évi videóra három gyönyörű, szép dalt, amiről aztán a turaiak hosszas válogatás után kiválasztották a kedvencüket, és készítettek róla gyönyörű, szép rajzokat technika órán. De ugyanez fordítva is működött. Csináltak a gyerekek bemutatókat, egymásnak megmutatták a rajzaikat, volt benne közös skype-olás, volt benne külső, ha úgy tetszik, civil szakértő, mert hogy sikerült elhívnunk egy olyan, nem kollégát, hanem egy olyan városbeli szakembert, aki nagyon ért a madarakhoz, és aki igazi madár megfigyelést és előadást tartott a gyerekeknek, úgyhogy megnézték a fészkeket, meg megkapogatták, meg a tojásokat, meg madárlátta volt, és mindenféle ilyesmi. Nagyon hadarok? Hogyha nagyon hadarok, valaki írja oda, hogy hadarok, és akkor megpróbálom lassabban mondani. Ebben a projektben voltak online feladatok is, amiket egymásnak készítettek, és közösen megcsináltak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó kis projekt volt, és itt ez a fönti linken, ez egyébként el is lehet érni, akár eznek a projektnek az oldalát, akár az Évi projektjének az oldalát. Látjátok, tehát van benne környezet, van benne technika, van benne magyar, van benne ének, van benne rajz, van benne mindenféle, ami kell egy gyereknek, és én biztos vagyok benne, hogy ezek a gyerekek
a madarakról, meg a természetről nagyon sokat tanultak ebben a dologban, és talán jól is érezték magukat, illetve biztos, hogy jól érezték magukat. Ez a következő projekt, amiről beszélni szeretnék, ez megint olyan, amivel szoktam nagyon sok helyen dicsekedni, és lehet is. Ez egy tipikus honismereti projekt volt, tehát a lakóhelyet kellett igazándiból körbejárni és bemutatni, és ez volt az, ahol először nagyon-nagyon technikásan előjött az, hogy milyen jól bevonhatók a szülők. Itt tulajdonképpen, ja, és azt is figyeljétek azért, hogy itt nem csak délelőtti dolgokról van szó, tehát a bagiaknál egy összevonó napközis csoport volt az, aki ebbe beleállt. Tehát, hogy ez nálunk egyébként is gyakorlat, hogy a délutáni idő felé kiterjeszkedünk, lehet, hogy azért, mert délelőtt nem nagyon engedik, de a lényeg az, hogy jól működik. Szóval ebben azt találták ki, hogy a lakóhely összes jellemzőjét össze kellett szedni, de lehetőség szerint ilyenek voltak például megadva a gyerekeknek, hogy, mert ugye olyat szoktunk csinálni, hogy gyűjts össze anyagokat, és akkor ez lesz, vagy az lesz. De itt például az egy nagyon fontos volt a projektben, hogy azokat az anyagokat most pront kell elkészíteni. Nem volt megtiltva az, hogy vegyél le a netről dolgokat. Az viszont külön pozitívuma volt, tehát azt külön értékelték a kollégák, hogyha friss és jó dolgok történtek. Most ez a friss és jó dolog, ugye nálunk például ez, pont ez a lap, amit beraktam, ugye Turai Hírességek, bizonyára ismeritek a Cimbali Band nevét, vagy Maszkó Mária nevét, ugye ők nálunk élnek, és a diákok azok felkeresték őket, beszélgettek velük, fotózkodtak velük, és akkor ebből csináltak különféle táblákat, amit megosztottak egymással. Bemutatkoztak a gyerekek egymásnak olyan módon, hogy mit tudunk mi. Volt egy ilyen nap, amikor volt olyan fiatalember, aki hegedült, és ezt vették föl, volt olyan fiatalember, aki ki se tudom mondani, szóval karatézott. A lányok csináltak egy gyönyörű koreográfiát a tornászlányok, amit ott akkor és ott az iskolában megmutattak, utána föltették a honlapra. Egyébként ezek padlet oldalak, tehát hogy ez egy padlet felületen zajlott, arra rakosgatták föl a dolgokat. De ami a legjobb volt, hogy elindult a projekt, és akkor volt egy ilyen feladat, a Szilvi kiadta a gyerekeknek, hogy akkor szép fényképeket kell készíteni a városról. És akkor képzeljétek el, amikor egy 26 fős osztályból 15 szülő a hétvégéjét azzal tölti, hogy mennek körbe a városba, és keresik a nevezetes helyeket, hogy minél jobb fotókat csináljanak a gyerekekkel együtt. Hát ugye nyilván másodikos gyerekek nem fogja a szülő egyedül engedni, abszolút bevonódtak a szülők, borzasztó lelkesen, és ugyanezt történt a másik oldalon. És amiatt én még nagyon szeretem ezt a projektet, az, hogy ez nem maradt félbe, vagy nem is azt mondom, hogy nem maradt félbe, hanem kinőtte magát. Tulajdonképpen az történt, hogy annyira jól sikerült egy csomó dolog, többek közt ezek a fényképek is, mert tényleg olyan nagyon jó dolgok születtek, amiket miért máshol sok pénzt fizetnek. No, a lényeg az, hogy nálunk van egy olyan, hogy Tura-Tura, ez az iskola programjába tartozik, a év végén az egyik nap szanaszét spriccelünk a városban, és különféle feladatokon, állomásokon végig kell menni, és azt találtuk ki, hogy a legjobb fényképekből, amik készült ebben a Baktura projektből, azokat szépen nagyba fölkasírozták, és ilyen jó strapabíró lapokat készítettek belőle, amit aztán szétvagdostunk, és amit a képet láttok, azt látjátok, amint a nagy ló nyolcadikosaink, akiket egyébként elég nehéz megmozgatni bármire is, nagy lelkesen rakják össze a puzzle-t a túra keretében, és mondjuk amikor fölismeri azt a fotót, amit éppen a huga csinált, akkor ez egy nagy ováció szokott lenni. És akkor még mindig nem volt vége, mert hogy közben meg kaptunk, szereztünk, pályáztunk robotméhecskét,
és ugye sok-sok robotméhecske pályát csináltak a gyerekek is, meg a kollégáink is. Lenni mi nem is vettünk egyet sem, mert a maga a pályakészítés szerintem legalább olyan fontos, mint azután való működés rajta, de egy pályánk van, egy stabil pályánk van, és ez bizony ott az, amit láttok, ez a bizonyos Baktúra projektről a turapálya. Na most ez a két eszköz az egyrészt forog az osztályok között, másrészt mind a puzzle, mind pedig ez a robotméhecske pálya, ez ma már hozzátartozik a honismereti eszköztárunkhoz, és minden alkalommal, amikor előkerül, akkor találnak benne valami ismerőset, az ő munkájuk, amit tovább vihetnek. A tanulj velem, ez is olyan, ami tovább élt, már az idén is volt három ilyen alkalom, vagy négy, és működik. Itt megint a szülők bevonása volt a cél. Azt találta ki a kolléganőm, Hadi Szilvi, hogy a szülők, hogy jobban belelássanak egy kicsit az iskola munkájába, meg abba, hogy mit is csinálnak a gyerekek ezekkel az eszközökkel, és miért fontos az, hogy ott van egy osztályoldal, és mi történik. Ezért olyan délutáni alkalmat szervezett, ahova a szülők és a gyerekek együtt mentek el, és közösen, látjátok, megnézték, hogy hogyan működik a Redment, a Kahoot és a Linoid, és ezt az egészet egy ilyen szelebúdi vetélkedőbe tette bele, mert hogy ebben a tanévben azt dolgozták föl, azt a regényt dolgozták föl, és akkor itt szépen a szülő gyerek párosok versengtek egymással, megismerték ezeket az alkalmazásokat, együtt voltak, és azt gondolom, hogy és közben ugye arról kellett, vagy arról szóltak a feladatok nyilván, amit a gyerekek feldolgoztak, és amiben így a szülő is bevonódhatott. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és azt is érezzük, hogy működőképes, mert hogy ez ugye a tavasszal volt, de az idén folytatódott, és azóta is volt már jó néhány ilyen alkalmunk. Nagyon jól lehet ilyen módon szülői közösséget is építeni. Nem tudom, hogy mozog-e nektek, ez az enyém, ezt az én osztályommal csináltuk. Itt pedig arról volt szó, hogy mi feldolgoztuk a kis herceget. Nyilván, miután ugye az én osztályomról beszéltünk, elég sok segítséget kaptak hozzá a gyerekek, tehát akár az olvasáshoz, akár a földolgozáshoz, és van egy olyan alkalmazás, Stop Motion-nak hívják, amivel ilyen nagyon szép kis videókat, filmecskéket lehet készíteni. Hát mi egyrészt elkészítettük a kishercegnek tehát hogy megcsinálták a gyerekek ezeket a kis bábokat, mondjuk bábokat, meg megfestettük a háttért, meg összeraktuk, ezzel jó sokat eldolgoztunk technika órán, és aztán utána megpróbáltunk ebből ilyen kis filmeket csinálni, nem olyan nagyon sok filmünk lett, de egyrészt nagyon élvezték az ezzel való munkát, másrészt azt gondolom, hogy maga a szövegfeldolgozásban, meg a történetmesélésben ez is egy nagyon-nagyon jó eszköz lehet. Ezt is eléritek egyébként ezzel hevesen, tehát hogy ezek mind elérhetők. Majd a legvégén kirakom a linket, mert igazándiból egy linket akarok csak kirakni, azt, ahol ezek mind elérhetők, mert nekünk ez a Elhevesi nevezetű gyűjtőlapunk, ez most már 2010 óta működik, úgyhogy iszonyat mennyiségű anyag van rajta. Ezek is mind fönt vannak. Tehát ez egy kifejezetten esenis projekt volt, nagyon szerettük. Nem muszáj, hogy a projekt az mindig hosszú távon tartson, persze lehet, de van olyan, amikor nem sikerül, és van olyan is, amikor mondjuk szeretnél egy gyerekcsoportot megkeresni, de mondjuk abban ott éppen a tanítónénik nem szeretnének ebben részt venni, ilyenkor az ember fogja magát, és rátelepszik a napközire, és leviszi azt, amit szeretne. Itt az történt gyakorlatilag, hogy Borosné Illus kollégámmal, aki nagyon, nagyon ügyes kézműves,
és ráadásul nagyon ügyes digitális technikával is. Összerántottuk a napközis csoportot témahéten, és lebatyogtunk a mikrobiteinkkel, illetve egy csomó kézműves eszközzel, és egy jó három, hát egy szép hosszú foglalkozáson, ahol készítettünk figurákat a mikrobiteknek, illetve ahol a gyerekeknek tulajdonképpen annyit tanítottunk meg, annyi fért ebbe bele, hogy a mikrobit kiírta az nevüket. Tehát, hogy ez nem volt egy nagyon nehéz programozási feladat, de egy kicsit megismerkedtek vele, egy kicsit megtetszett nekik, együtt voltunk, jókat dolgoztunk, és mondjuk, ahogy elnézem ezeket a fotókat, ezek a gyerekek ma már a mostani Scratch tankörnek a tagjai, tehát sikerült őket úgymond bevonni ebbe a dologba. És akkor egy picit arról, hogy mit csinálunk mi a Redmentával. A Redmenta az önmagában persze nem más, mint egy olyan eszköz, amivel nagyon jól lehet tesztelni azt, hogy a gyerek mit tud. Lehet ezt egy kicsit bővíteni, ezt mi már elég régen csináljuk, és nagyon rá is kaptak a szülők. Az volt a lényege, és ezt több témahéten is csináltuk, sőt, most például az Állatok Világnapja keretében is volt ilyen, hogy a feladatokat úgy próbáltuk összeállítani, hogy egyrészt személyre szóló legyen, tehát hogy a tantárgyi tudáson túl minél inkább szóljon a mi városunkról, a mi életünkről, arról, hogy mi hogy vagyunk. Legyenek benne olyan bújtatott kérdések is, amihez nagy valószínűséggel azért nem elég az, hogy benne van a tankönyvben, hanem ne agyisten meg kell kérdezni a mamát, vagy lehet, hogy az apu fogja tudni, mert lehet, hogy ő volt benne abban a futballcsapatban, amelyik 10 évvel ezelőtt azt a meccset játszotta. Tehát kicsit el kell bütykölni azzal, hogy jó feladatot, lapokat csináljon az ember, de hozzáteszem, mi is nagyon gyakran használjuk más kollégáknak a feladatait is. Ugye tudjátok, hogy a Redmentában lehet mások feladatai között is böngészni, és ezt simán lehet használni, tehát akkor tehát tudsz olyan feladatlapot csinálni, amiben mondjuk belecsempészel három olyan kérdést, ami egy kicsit személyes, meg van benne 4 vagy 5, amivel mondjuk azt méred, hogy mennyit tud a virágok fejlődéséről, és akkor utána már csak azt kell elhíresztelni, hogy minél többen próbálják meg kitölteni, és akkor amit mi még hozzátettünk, az, hogy egyrészt kértük a szülőket is, hogy segítsenek, másrészt aztán meg azt mondtuk, hogy és ez most már az idén volt, hogy azt mondtuk, hogy csapatokat kérünk, tehát most már nem volt elég az, hogy csak belépsz, hanem azt mondtuk, hogy aki szeretne ebben részt venni, az előtte jelentkezzen, és olyan csapatokat kértünk, amelyik legalább 3 fős, és hogy előtte regisztráljon, és természetesen, és megengedtük azt is, hogy a csapatban nyugodtan részt vehet a tanítónéni is, hogyha akar, meg részt vehet az anyu, meg a mama, meg bárki más is, és akkor nekik ezt be kell küldeni, a végén megértékeljük. Tehát, hogy látjátok, hogy szóval, hogy az ollóval sok mindent lehet csinálni, és erre például a Redmenta nagyon alkalmas. Tudom, hogy mostanában elég sok probléma van vele, szoktak panaszkodni, hogy nem lehet vele jól dolgozatot iratni, mert lefagy, meg mit tudom én. Hát nem biztos, hogy arra kell használni. Erre teljesen tökéletes volt, és akkor még ebben megint van annyi csavar, hogy ezeket a feladatlapokat aztán meg szoktuk nyitni, tehát hogy ez nyitva van utána, hogy más is használhassa, meg később is használhassa. Tehát, hogy azt szerettem volna nektek elmondani, hogy jól lehet ilyen eszközt is használni, ez nálunk állandó része a témahétnek. És ez már a látjátok, hogy mennyire hadarok? Mert hogy 35 perc telt el, és én az utolsó diánál tartok, ami egészen elborzasztó, úgyhogy erről most sokat fogok beszélni, és aztán utána megkérdezzetek. Ez a Scotty, ez most került hozzánk, és ez majd most lesz része a témahétnek, és hogy mi a projekt, és hogy lehet rövid is egy projekt. Maga a játék az
igazándiból kódolást tanít, egy nagyon jó pofa kis játék, az az alaptörténet, hogy de oda van írva az alaptörténet, mert odaírta a negyedikes kislány, aki csinálta. Tehát igazándiból nagyon jól lehet vele kódolást tanítani. Az ötlet pedig az volt, és ez csak egy ilyen mini projekt, hogy megkértem a Scratch robotika tankörösseimet, hogy egyrészt készítsenek, lehetett választani, aki már dolgozott a Scottyval, mert nem mindenki, az készítsen ajánlót a Scottyhoz, aki pedig nem dolgozott a Scottyval, az készítsen a digitális témahéthez ajánlót, tehát hogy írjon egy olyan programot a Scratchben, amivel megpróbálja minél nagyobb, megpróbálja rávenni a diákokat, hogy minél aktívabban vegyenek majd részt a témahétbe, és kezdjük el már most hirdetni az eseményeket, meg hogy miért jó, meg miért nem jó. Most nyilvánvaló, hogy nekem ebben a Scratch robotika tankör szakkor, nem tudom, minek nevezzem, ebben is úgy vagyunk, hogy harmadikosoktól nyolcadikosig, és vannak, akik örök újrakezdők, meg vannak teljesen újrakezdők, egészen-egészen máshol tartanak a gyerekek, de van olyan is, aki most már második éve csinálja ezt a dolgot, és nagyon ügyes. Ezt a programot kiraktam egyébként, tehát, hogy ezt is el lehet érni a honlapról. Szóval a projekt az annyi volt, hogy készíts egy ajánlót, olyat, ami a gyerekeknek szól. És erre volt kb. 50 percük. Összesen elkészült, azt hiszem, hogy 17. A 17-ből talán 4 az, amelyikre azt mondom, hogy nagyon jó. De a többi is olyan, amivel már lehet valamit kezdeni, és ez megint egy olyan, ugye azt mondjuk, hogy 21. századi képességek, hogy próbálj meg olyat létrehozni, ha IKT eszközzel dolgozol, amit más is használhat, ami másnak is jó, és így tovább, és így tovább. Az a negyedikes kislány, Lajtos Lénának hívják, aki ezt a programot elkészítette, ez gyakorlatilag egy gyönyörűséges animációt készített ebből a Spotify-ból, és ezt az ő kis programját, ezt természetesen meg is osztottuk, méghozzá úgy, hogy nem csak a mi iskolánk tanulói, hanem mindenki, aki ezzel szeretne foglalkozni, ahhoz eljuthasson ez a dolog. Igazándiból ennyi volna, és én még egy dolgot tennék hozzá, az pedig az, hogy nem az eszközökön múlik, meg nem is azon múlik az, hogy mennyire sikeres a témahét, hogy mennyire vagyunk fölkészültek, hanem azon, hogy találtok-e magatok mellé csapatot. Tehát, hogy találsz-e olyan kollégákat, akik ebben jók. És nagyon fontos, hogy nem olyanokat kell keresned, akik nagyon jó informatikusok, vagy nagyon jó IKT-sok, hanem olyanokat, akik a pedagógiáról úgy gondolkoznak, hogy ez egy olyan folyamat, amit közösen járunk végig a diákokkal, akik azt gondolják, hogy akkor jó a dolog, hogyha ebben nagyon sok olyan készségfejlesztés történik, ami egyébként nem erőssége a mi iskola rendszerünknek. Akkor jó, hogyha minél több együttes és közös munka van benne. Akkor tud jó lenni, hogyha a gyerekeket például folyamatosan arra késztetjük, hogy akár szóban, igazándiból, akár virtuálisan megmutassák magukat. Mert akkor fejlődnek azok a készségek, amire aztán borzasztó nagy szüksége lesz. Mi nyaranként szoktunk ilyen-olyan táborokat csinálni, ami az IKT-val kapcsolatos. Ezekben a táborokban visszatérő vendégeink a már végzett diákok. Nagyon sokféle és sokszínű ez a csapat.
Nagyon sok olyan diákot tudunk bevonzani ezekkel a tevékenységekkel, akik egyébként az órán meglehetősen problémások. És én azt gondolom, hogy a tehetségfejlesztés mellett, már hogy amellett, amit mi értünk a tehetségfejlesztésen, szóval, hogy ez is tehetségfejlesztés, amikor azokat a diákokat tudom bevonni, akiket egyébként már nem nevezhetnék sikeresnek a mindennapokban. Kérdezzetek jó, mert még mindig csak 41 van, és én már nem tudok most. Akkor közbeszólnék most, hiszen érkezett egy kérdés DM Messi-től. Nem tudom, hogy látod-e hagyni a képernyőn a chatben, hogy mi az alkalmazás neve pontosan. Most nem tudom, hogy melyik. Melyik alkalmazás? Hát ezt kérjük akkor, hogy pontosítsa, de látom, hogy írja is már. A videós alkalmazásra gondoltam, amit a saját. Ez a stop, hogy is van, stop motion. Azt hiszem így írják, de lehet, hogy nem. Mindjárt megnézem. Meg közben addig csatlakozva az utolsó gondolataidhoz, hogy mennyire fontos az, hogy tanárok együttműködve készítsék el a projektjeiket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne magányos harcosokként készüljenek a projektek, hanem ugyanúgy együttműködjenek a tanárok egymással, különböző szakos kollégák, hiszen a gyerekektől is együttműködés, közös gondolkodást várunk. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges dolog volt. Nem tudom, hogy van-e még kérdés a többi résztvevőtől, mert akkor arra biztatok mindenkit, hogy írja meg a chat felületen, hajnalka várja ezeket a kérdéseket. Nem, Kotigó az úgy van, hogy magát a társasjátékot meg kell vásárolni. Ez azt hiszem, hogy a KLED kiadónál lehet kapni, ez 21 ezer forintán, nem tudom, mert hogy mi kaptuk, úgyhogy, és tartozik hozzá egy app, amivel tulajdonképpen a gyerekek ellenőrzik a, hát úgy néz ki a dolog, hogy a társasjátéknak van egy alaptörténete, és akkor a kódokat ki kell rakosgatni a gyerekeknek, vannak feladatok, és hogyha kirakta a kódot, akkor már telepítette az appot, akkor ránéz a tabletjével, és beolvassa, és akkor megmondja neki, hogy jó vagy nem jó. Nagyon logikusan, így lépésről lépésre vezeti végig őket, nagyon-nagyon gyorsan fejlődnek vele a gyerekek, tehát, hogy mi például úgy jártunk, hogy megkértük azt a terjesztőt, akitől mi kaptuk ezt a játékot, hogy a mostani digitális témahetünkre jöjjön el a gyerekeknek bemutató órát tartani. Meg is beszéltük, hogy melyik osztályban megy majd bemutató órát tartani, és éppen tegnap beszéltük a kolléganőmmel, hogy hát oda nem, mert hogy ők annyira belelkesedtek már a gyerekek, hogy most már a sokadik pályánál tartanak, és nagy valószínűségre mire eljön az április 10-e, addigra nekik már nem kell ebből a dologból bemutató órát tartani, hanem inkább egy hasonló, tehát egy másik osztályba fogjuk meghívni, mert hogy borzasztóan belelkesednek tőle a gyerekek, és tényleg nagyon logikusan vezeti végig őket kódoláson. Igazándiból két fajtája van ennek a Scottigónak, az egyik az óvodás, soknak való, azt én nem ismerem, sajnos. A másik, ami az iskolásoknak, szerintem nyugodtan lehet egész általános iskolára gondolni. Ahol mi kipróbáltuk, illetve a kolléganőim próbálták ki, én még nem csináltam, a harmadik osztályba próbálták, és negyedik osztályba, ott a gyerekek remekül tudtak vele dolgozni, de én úgy tudom, hogy a kiadó a teljes általános iskolai korosztályra ajánlja. Ez egy lengyel fejlesztés egyébként, tehát egy lengyel fejlesztés alapján készült. No, kedves résztvevők, hogyha még vannak kérdések, akkor ezeket továbbra is várjuk. A chat falon arra kérek mindenkit, hogy itt bátran írja meg
itt hajnalkától még. Ígértem még a linket, azt mindjárt ide begépelem nektek, ahol ez az összes mindenféle elérhető, mert hogy igazándiból az a legegyszerűbb. Van nekünk egy olyan gyűjtőoldalunk, ez egy közönséges gyűjtőoldal egyébként, amin gyakorlatilag 2011-ben nyitottuk, és azóta gyűjtjük az anyagokat. Ebbe ez tényleg olyan, mint egy bazár, tehát minden van, de megtaláljátok rajta az összes anyagot, amiről én most beszéltem, meg ennél még sokkal többet is, tehát hogy aki kíváncsi, az nézegesse. Ijesztően rendetlen most már, meg kell, hogy mondjam, de egész egyszerűen már nem lehet karbantartani. Viszont megvan az az előnye, hogy is mondjam. Tehát, hogy ez egy olyan felület, egyébként ezt azoknak is merem ajánlani, akik most kezdenek bele. Nagyon könnyen átlátható, és nagyon gyorsan beleszeretnek a kollégák, és ha sokan készítünk sok gyerekkel, sok kollégával tartalmat, akkor nagyon gazdag tud lenni ez a dolog. Úgyhogy abonyitót Andor mutatta 2 évvel ezelőtt, én is egy webináriumon láttam, ezt frankon le lehet tölteni tabletre, és akkor az ingyenes, tehát az egy ingyenes alkalmazás. De szerintem nem. Nem, várjál, mindjárt megkeresem. Itt van. Ő az. Elég egyszerű, tehát jól lehet vele dolgozni. Nagyon szívesen. Tőletek tanultam, tehát én is egyébként azokat az alkalmazásokat, meg amiről most beszéltem, ennek a 90%-át ezeken a webináriumokon tanultam én is, tehát hogy ez így működik. És ez egyébként akkor is jó, ezt még hagyd meséljem el, tavaly a Pódvigbe jártunk úgy, hogy nagyon jól előkészültünk, nagyon szépen mindent, és akkor kiderült, hogy elfelejtették befizetni a tabletjeinknek az internet forgalmát, mert magyarán a kód hétre nem volt internetünk a tableteken, ami azért erősen vicces volt, és akkor például itt volt egy webinárium arról, hogy mi mindent lehet csinálni anélkül, és az utolsó pillanatokban változtattuk meg, és aztán nagyon jól sikerült, de ha akkor én itt nem látok ezerféle ötletet rá, akkor biztos, hogy bedől az egész program. Tehát, hogy én nagyon bátran ajánlom mindenkinek, meg igazándiból magát azt a csatornát is, amihez gyűjtitek, mert bármikor visszakereshetők ezek a dolgok, és érdemes megnézni. Nem, köszönjük Hajnalkának, nem elbúcsúzom még, csak én is azt gondolom, hogy hasznos ezeket a webináriumokat figyelemmel kísérni, illetve azt is tudnia kell mindenkinek, hogy ezeket a videókat aztán a webinárium másnapján feltöltjük a Digitális Téma 7 YouTube csatornájára, ahol meg lehet ezeket utólag is tekinteni. Úgyhogy ez a videó is fel fog oda kerülni. Nem tudom, van-e még kérdés az előadónkhoz? Igen, látom, hogy Hippik Angéla éppen kérdezni szeretne valamit. Ezt várjuk. Illetve úgy látom, hogy csak megköszönte a mai előadást, amit én is köszönök. Nem tudom, hogy van-e még kérdés, mert bátran írjatok, kedves kollégák. De úgy látom, hogy a köszönetek érkeznek, és úgy látom, hogy úgy értékelik a résztvevő, nagyon hasznos volt és inspiráló ez a mai előadás. Amit hát meg egy kicsit rövid, ne haragudjatok, borzasztóan hadarok, tudom. De hogy hadarsz. Én azt gondolom, és ezt osztják a résztvevők is, hogy nagyon tartalmas előadást hallottunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Az a gond, hogy
hogy én gyógypedagógus vagyok, és gyakorlatilag napi 6 órában nagyon nyugodtan és kiegyensúlyozottan és jól artikuláltan kell beszélnem, és ezért aztán, amikor elszabadulok az iskolából, akkor hajlamos vagyok egy kicsit túlkompenzálni. Jaj, azt még elfelejtettem. Ha valaki szeretne a Hevesivel együttműködni, bármilyen projektben van, vagy van ötlete, akkor egész nyugodtan keressetek minket, mert most már simán tudok, tehát hogy most már van egy olyan csapatunk, ami akár milyen projektre gondoltok, elképzelhető, hogy szívesen együttműködnek, jó? Tehát, hogy lehet minket keresni bátran még, mert még alakul a mostani digitális témahét, úgyhogy ha valaki szeretne hozzánk csatlakozni, nem sokára felrakjuk majd, hogy miben lehet, vagy éppen ti akartok valamit, akkor nyugodtan írjátok meg, mert biztos találunk olyan embert, aki szívesen ebben részt vesz. Ebben én is erősíteni szeretném a résztvevőket, hiszen az is nagyon szuper tud lenni, hogyha partnerintézmények működnek együtt, nem csak a digitális témahéten természetesen, hanem egyéb alkalmakkor is. Ugye csak támogatni tudom ezt a javaslatot. És hogyha nincsen más kérdés, de még egyszer megköszönöm minden résztvevőnek a figyelmét és az érdeklődését, és hát még egyszer különösen a mai előadónknak, Benedekné Fekete Hajnalkának ezt a nagyon tartalmas tudás megosztó estét. Köszönöm szépen, és én is búcsúzom mindenkitől. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.